mindig van valami aktuális kedvenc, ami éppen most például éppen ugye a lányokkal mindenféle fűszereket, most gyümölcsökből készítünk szorbékat. Persze, hát ilyenkor még lehet, hogy egy kicsit korán van hozzá, gondolhatnánk, de hogy miért kéne csak nyáron enni fagylaltot meg szorbét. Úgyhogy most nagyon finomakat csináltunk. Például készítettünk egy nagyon finom limonádét, ami egy klasszikus limonádé, nagyon sok citromfül, ezekkel a citromfül, a levéllel, igen, mentával, nagyon finom. Készítettünk zsájásat, készítettünk bazsalikomosat, például kaffirlájmal, nagyon-nagyon finomakat, de például csináltuk mandarint kardamommal, és ugye ezekben nincsen tejtermék, nincsen tojás, gyakorlatilag semmilyen állatérítő, itt csak magukról, a gyümölcsökről és a friss fűszerekről beszélünk, fűszernövényekről, amiket lefagyasztunk, és abból készítünk. Akinek mondjuk nincsen fagylaltgépe, és nem tud mondjuk ilyen nagyon-nagyon kellemes és jó állagokat csinálni, mint amilyen egy szorbé, akkor pedig jégkását csinálhat, ami tulajdonképpen ugyanez, csak össze van törve, vagy fel van darabolva, egyszerűen a mélyhűtőbe be kell tenni, és egy-két óránként így megkevergetni, és a végén kapunk egy jégkását, vagy egy ilyen darát. Nagyon-nagyon finom. És még azt is lehet csinálni, erről az jutott ezen például nyáron, azt csináljuk a lányainkkal, hogy készítünk valami nagyon izgalmas színűt, tehát nem tudom, mondjuk gránátalma sziruppal készítünk valamilyen ilyen granitelt, ugye ezt a kását. Ezt belerakjuk a pohárba, és amikor jönnek a vendégek, akkor csak ráöntünk valamilyen másfajta, sokkal lágyabb gyümölcsöt. Tehát ez lehet mondjuk egy narancslé is. Ami nagyon szép, mégis hűsítő, izgalmasabb, mintha csak jégkockát tennénk bele. Igen, és a gránátalma milyen egészséges, ugye? Bizony, tele van vassal.